Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Babrowicki Vince, a miniszterelnökségről. Sikerült nem hibásan kimondanom a nevét. Szép Sőt, jó még reggelt. A tárcáját is jól mondtad ki. Szép jó reggelt kívánok. A Mazsisz és a kormány közötti tárgyalások megkezdődtek. A Mazsisz úgy tűnik, hogy megértette, hogy a mindenkori kormánnyal a vendégeknek, illetve a magyarországi zsidóságnak az az érdeke, hogy korrekt kapcsolatokat ápoljon, hozzak ezek a tárgyalások gyümölcseket az elkövetkezendő időben. Én nem tudom most ezt még, hogy mit tekintünk gyümölcsnek, és hogy milyen gyümölcsök lesznek, amiket majd annak tekintünk. Azt látom, hogy a Grósz elnök úr egymás után találkozik a kormány tagjaival. Ez már egy pozitív miniszterekkel, államtitkárokkal. Én azt gondolom, hogy a zsidó közösségnek ez mindenképpen pozitív. Tehát ugye a Heizer elnök úr egy szűk galériának játszott, akik a zsidóságban semmilyen szerepet nem játszottak. Heizer elnök úr és ezért elvesztette a nexusát a zsidóság valódi. Én azt gondolom, hogy én olvastam például az elnök úrnak a legutóbbi nyilatkozatát a Népszavába. Nyilván számos kontroverzia és téma merült föl ott, amiben adott esetben nekem eltérő lehet a véleményem, mint Grósz Andornak. Itt de gondol, nem tudok most ki, nem akarok kiragadni semmit sem ebbe az de az, hogy az egész interjúnak az általános hangvétele, én azt gondolom, hogy olyan, ami mindenképpen a békesség felé tol el minket is, meg a Mazsiszt is a kapcsolatrendszerünkben. Jobban örülnék, ha egy más médiában jelenne meg, illetve ott is megjelenne, az sokkal izgalmasabb lenne. A maói nyilván kapcsán... 1000 interjú felkérése van, most ez jött össze. Amúgy egyébként a kérdésfeltevésekből is, ha már nézem, tehát egy nehéz interjú lehetett, de a kérdésfeltevésekből, ha már nézem, a Czene Gábor abszolút felrülaktuálisabb. Felrülni, rendkívül felkészült újságíró, ezt tudjuk róla. Ideológiailag valószínűleg nulla dologban értünk egyet, mi ketten, tehát Czene Gábor és én, de ettől függetlenül elismerem a képességét. Egyházi témákban a Népszabadság vezető munkatársa volt. Igen. A maói kapcsán hozott bírósági döntés leüti-e a kedélyeket? Hát itt ezt pontosan ugye én azt mondom, hogy ez egy elsőfokú döntés volt, tehát ugye lehet, hogy lesz majd egy másodfokú is, én ezt most egészen pontosan nem látom, hogy ott mi zajlik, nem is az én dolgom, hál' Istennek. De ez a döntés amúgy egyébként várható volt, tehát nyilván van a magyar állam azért, amikor ugye tehát pontosan, hogy miért még bárki belemagyarázna bármit, a magyar államnak egy vitás helyzetben kellett döntenie. Tehát ugye volt mindenféle az, hogy az állam beleavatkozott az ortodoxiának a belső ügyeibe, stb. Ez mind butaság. Volt egy vitás helyzet, Deutsch vagy Kessler. És ebben nyilván van az egyházügyi államtitkárság és a miniszterelnökség vezető illetékesei minden szempontot mérlegelve, a lehető legalaposabb döntést hozták, amit nyilván van a bíróság is ebben a körben legalábbis jóvá hagyott, és nem látta indokoltnak azt a kérelmét a Deutsch Robertnek, hogy helyezzék rögtön vissza hivatalba. Így maradt Kessler Gábor az ortodox elnöke, de azt hiszem, hogy az összes jogi játék még nincsen lejátszva, de ez akár most még ez meg történt. Is meg is változhat. Elvileg igen, de alapvetően azért ez már szerintem egy irányt kijelöl, de mondom még egyszer, ez a bíróság és az ortodoxia belügye, ami a mi döntésünkből fakadó ügyként alakult ki, tehát ezért mindenképpen indokolt, hogy ebben valamilyen indokolt a kérdés föltett nekem, és én is reagáljak rá, hogy azt gondolom, hogy ez valamilyen iránt kijön, de majd meglátjuk, hogy amikor az összes jogi minden esetre azt már elértük, zongorán végig zongoráztunk, akkor a zsidóság egyik vezetője, igen, konkrétabban a BZH, a Budapesti Zsidó Hitközségek megválasztott vezetője, aki különben a Mazsisz alelnöke is, igen, megválasztott alelnöke is,
Azt mondta, hogy itt az ideje annak, kérdésre válaszolva, a kérdést én tettem föl, hogy a zsinagógákban hitélet folyjon, és nem politikai összejövetelek. És hogyha ez így lesz, akkor minden meg van oldva tulajdonképpen, és minden visszatér a régi kerékvágásba. A kérdés az, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az állam megteheti-e azt, hogy például megmenti a zsidó egyetemet, ahol komoly problémák vannak? Hát ugye először azt kell lássuk, hogy ugye konkrétan milyen tervek vannak, most akár a zsidó egyetem, akár egyéb más projektek vonatkozásában. Aztán azokat egyenként kell szétszálkázni, ha szabad így fogalmazni, hogy jó, oké, most megnézzük az Orzsét, de az Orzséval konkrétan mi az, amit csinálni kell. Erre kellene komoly, hogy mondjam, építészeti és egyéb más, ha úgy tetszik, divatos szóval élve, bár ez egyébként nem csak divatos szó, hanem létező fogalom, vagy hatástanulmány, vagy bármi ilyesmi. Ugye akkor tudunk arról beszélni, hogy egy 150 éves egyetemről van szó, ami kár lenne, hogyha... Azt tudjuk, de vannak jogi kötöttségek. Tehát például az, hogy egy beruházás elinduljon mondjuk, vagy most erről nem beszélünk, tehát hogyha ezt Lázár János hallanak, biztos rendkívül ideges lenne, tehát nem beszélünk beruházás elindulásról, de ha teoretikusan elindul egy beruházás, azért ahhoz kell egy előzetes terv arról, hogy hogy készülne el, kell egy hatástanulmány, vagy úgy tetszik egy beruházás előkészítő anyag, ami megmutatja, hogy jó gyerekek, de akkor itt mi fog itt pontosan elkészülni, mikorra, stb. Újból vitatárgyat. De ez egy generális téma, tehát most nehogy valaki úgy értelmezze, hogy én arról beszéltem, hogy az Orzsénál kapavágások lesznek, mert ezt nem tudom. Tehát ez, és az idei év nyilván tudjuk, hogy nem néz, de a 150 éves egyetemről lévén szó, bocsáss meg, csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy az nyilván van a magyar kultúra és örökségnek ugyanúgy része, mint a magyar zsidó kultúra és örökségnek része. Tehát ezért nekünk nem lehet más, hogy is mondjam, gondolatunk, mint az, hogy az Orzse a mi gondolkodásunknak a homlokterében van. Újból központi téma lett bizonyos médiákban Horthy, illetve a Horthy korszak megítélése, és pár nappal ezek az események után vadászfenyegünkkel elrepülünk a néhai NDK területére. Fú, de nagyot ugrottunk, ez hogy jön ki? Mindjárt kijön. Oké, kivárom csak én. Turingiába, ahol a szobafestőt halljuk vissza, a bajuszos szobafestőt. Hát minden tiszteletem mellett, bocsáss meg, az AfD az nem a bajuszos szobafestő. Tehát ez egy olyan retorika, ami miatt az AfD elkezdett erősödni. Ezt őszintén mondom... Emiatt kezdett el erősödni? Nem, de emiatt is. Tehát azért én nagyon sok német médiát olvasok, mert jól tudok németül, és ott éltem 8 évet. És ezért kérdezem önt. Köszönöm, és nagyon megtisztelő. Ezért hogy kérdeztem, volt külügyminisztert is, mert ő is ugyanezen a területen volt, és készültem erre a beszélgetésre. Hát a beszámolók szerint még tovább fognak fejlődni. Akkor is, ha vannak egyes pártok, akik azt mondják, hogy nem fognak együttműködni velük, és az ellenzék azt mondja, hogy na nem kérünk belőlük, de azért ők haladnak. De ez ugye össze fogja rántani, tehát a német ellenzők azt gondolják, hogy kezd már megdőlni ugye az AfD-nek a zárjuk ki a politikai életből teljes mértékben című elve, kezd megdőlni. Miért dől meg ez? Azért, mert a német választók azt mondják, akik az AfD-re szóval... A Bundestagban ott van 70 képviselő, nem lehet kizárni. Oké, de megpróbálták, de nem jött össze. Tehát azt mondják, hogy a választók csak fölkeményednek, és újabb választókat szereznek, jellemző mondjuk itt a CDU-CSU-tól, amelyik mit akar csinálni most már évek óta a baloldalnak megfelelni. Ehhez képest a német politikai jellemzők, ma reggel is olvastam egyébként a Tánadi Weltben, vagy nem tudom melyikben, olvastam, hogy ehhez képest teljesen joggal jegyzik meg a mondjuk azt, hogy középen vagy jobb középen álló német politikai elemzők, hogy az Isten szerelmére vissza kell térni a CDU-CSU-nak a polgári közép, jobb közép megszerzéséhez, és nem a zöldeknek, meg a nem tudom milyen ilyen dubiózus formációknak a kegyét kell keresnie, vagy azoknak a szavazóinak a kegyét kell keresnie, hanem vissza kell térni a hagyományos keresztény demokrata értékekhez. Okay. Akkor az AfD el fog kezdeni
visszamenni. Akkor... Ha a CDU-CSU továbbra is ezeknek a balliberális, szélsőséges egyébként pártoknak akar megfelelni, akkor véget fog érni ez a történet. Okay, az AFDP most... további okay. lándrát pozíciókat AFD fog szerint. És most kiderül, hogy hoztam elő az ADF-et. Igen. A varázsszőnyegünkből most visszajövünk a magyar parlamentbe. Mi a biztosíték arra, hogy a kormánypárti koalíció vissza tudja tartani a Jobbikot, illetve a Mi Hazánkat, hogy ne ugyanilyen svunggal, mint ezek tették Németországba, kerekedjenek felül és erősödjenek tovább? Hát nem tudom, Péter, szerintem az elmúlt 13 évünk az eléggé világosan mutatja azt, hogy a szélső jobboldalnak Magyarországon nincsen... Ez nem szélső jobboldal, ez radikális jobboldal. Nincsen levegője, tehát ezért a Jobbik gyorsan úgy is döntött, hogy átigazol a Gyurcsányékhoz. Ez egy még rosszabb ötlet volt, de ez most teljesen mindegy. Jó, de időközben a Mi Hazánk is bekerült a parlamentbe. Igen, hát... Népes seregeivel, és... Nem, hát 7%. Az sem semmi. De ez a magyar demokráciának a része, Péter. Tehát vannak választók, én nem tartozom közéjük, értem szerint, akik a Mi Hazánk... Akkor nem beszélgetnénk, hogyha közé tartozna. Mert, de nem, tehát oké, ezen szerintem nem fogunk együtt, akkor te nem vagy klasszikus demokrata. Tehát, én hogyha, abszolút demokrata ha vagyok. Ha a kommunista tűrmeréket, vagy bárkiket a kommunista baloldalról beválasztanak a parlamentbe, az ugyanúgy a magyar nép egy részének a demokratikus döntése volt, a magyar parlament, a magyar nép akarat kifejezése. Tűrmerék nincsenek a parlamentben. Nem, de ha ez így lenne, voltak már egyébként tudomásom szerint. Az tévedésből is régen volt. Oké, rendben van, csak én azt mondom, hogy ez a demokráciák a része. Az, hogy nem értesz velük egyet, én nem fogad téged kioktatni demokrácia tambodal, nem értesz egyet a Mi Hazánkkal, én sem értek velük egyet, az legitim jogod. Ezt erről beszéljünk. A kérdésem az volt... Péter, minden politikai, ha tudok válaszolni, akkor meg is fogom tenni, minden politikai erőt kizárólag politikai argumentumokkal lehet legyőzni. A németek ezt nem akarták felismerni. A németek azt gondolták, hogyha ráküldik a különböző szolgálatokat, vagy elkezdik őket kizárni a kánonból, akkor majd az AFD egyszer csak el fog tűnni. Nem, a német választó azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó a ti kottátok szerint játszani, és nem csak, hogy az AFD-t megsugom neked, hogy Kelet-Németországban még nagyobb a probléma, mert nem csak az AFD-nek azt, hogy most beválasztották egy városi tanácsba azt a pacákot, az egy dolog. De a Kelet-Németországban a Die Linke nevű kommunisztikus, fogalmazunk így, képződmény, és kőkeményen 20-30%-ok ott van, a hagyományos de ez lenne a nagy néppártok kérdésem. Azok sehol nincsenek. Na de ez a következő kérdésem, hogy, és ezt tettem fel az előbb, hogy mi biztosítja azt, hogy mi nálunk a józan ész, vagy mi okosabbak vagyunk? Hogy a magyar kormánynak a zsenialitása biztosítja ezt, Péter. Én, mint a kormányzat képviselő, nem mondhatok mást. Nyilván van, ebben van egy kis trollkodás is, amit most mondtam, de valójában ez valóban tényleg úgy van, hogy politikai értelemben a szélső jobboldalnak és a szélső baloldalnak nincsen ideje politikai levegőhöz jutni, mert a kormányzásunk, hogy így mondjam, lefedi azokat, tehát hogy is mondjam, meg tudjuk szólítani azokat a magyarokat, akik adott esetben átvándorolhatnának más kérdésre, mondjuk a Fidesz nem akar például megfelelni a különböző Európai Unióból felénk áradó ilyen meg olyan amolyan alternatív ideológiáknak, hanem annak próbál megfelelni, mint a magyar nép, hogy így mondjam, nagyjából elvárásként megfogalmaz vele szemben, mint a magyar nép most már negyedszerre kétharmaddal honorál. Tehát nyilván megvannak a magukai, amik történnek Magyarországon. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra, Szalai Babinski Vincét a miniszterelnökségről hallották, és hála a mindenhatónak, még nem tartunk ott, ahogy Németországban, és bízom az önök józanságába, hogy messze is leszünk ettől. Ezen munkálkodunk, tehát mindenki a saját elképzelései szerint, mert itt azért még van szólásszabadság, sőt, mindenki maga döntheti el, hogy milyen papír dob be. Tehát arra biztatom önöket, hogy menjenek el, ugyanez csak helyhatósági választást tesz meg Európai Uniós, de ez is fontos, addig viszont mindenkit meghallgatunk, kivéve a radikálisakat. Azokat viszont nem. Ez a szíved joga, hogy kit hívsz meg a tévédbe, Péter. Én nem erről beszéltem. Teljesen másról. Azt is megértettük. Köszönöm. Várom a
az építő jellegű véleményeiket, a játékszabályt tudják, este 9-ig lehet telefonálni, levelet mindig lehet írni, és mi mindenre válaszolunk, fogadják szeretettel az általam vért objektív híradót, és a viszontlátásra holnap reggel, igaz, holnap szerda van, tehát M. Kende Péter várja önöket szeretettel, nagyon érdekes vendégsereg lesz, holnap is nézzenek minket a nap 24 órájában, hisz azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül. Jöjjön a híradó, és utána megszokott ketti műsorok.